A nők egyenjogúságáért folytatott küzdelmet a beidegződő sztereotípiák fékezik, véli a köztársasági kormány intézményeinek a nemek egyenjogúságával foglalkozó megbízottja. Kerekasztal értekezletet tartottak a nők helyzetéről, szerepvállalásáról Belgrádban, a köztársasági államvezetésben miniszteri tisztségeket betöltő hölgyek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi állapot nem kielégítő. Ezért a modellért, amelyben élünk, mi magunk is felelősek vagyunk, meg azért is, hogy hányan vagyunk itt. Igazságtalan dolog, hogy a nőknek kétszer annyit kell dolgozniuk, mint a férfiaknak, hogy bebizonyítsák, legalább fele olyan jól végzik munkájukat, mint a férfiak. A női szerepkör meghatározásában kell keresni a téveszméket, véli a Szerbiai Munkáltatók Uniójának a jogi kérdésekkel megbízott igazgatója. A nőnek nem lehet puszta visszatekintő emlékezés milliók és milliók társadalmi küzdelmeire a patriarchális logika ellen és a nőknek a társadalmi hierarchiába való kitaszítottsága ellen. És a nőnek ugyanakkor nem maradhat puszta idillikus munkahelyi és vagy családi ünnep. A nőnek feladata az, hogy megnézzük, hogy a nők helyzete milyen a mai társadalomban. Vajon mennyire tudnak bekapcsolódni a társadalmi hierarchiákban magasabb posztokra, vajon alulfizetett munkát végeznek-e, vajon egyszerre két munkát végeznek-e a munkahelyen is és otthon is. A nők egyenjogúságának tekintetében az Európai Unió területén, de Svédországban, Dániában, Norvégiában, de néhány szomszédunknál is sokkal jobb a helyzet, mint Szerbiában, véli Stana Božović. Felelősségteljesen állíthatom, hogy Szerbiában nincs olyan terület, ahol ne lenne nemek szerinti megkülönböztetés, ahol a nőket nem diszkriminálnák. Ez előfordul társadalmi, munkahelyi, politikai vagy döntéshozói ügyekben egyaránt. A Nemzetközi Nőnap alkalmából az Egyesült Nemzetek Női Szervezetének javaslatára közös dalt készítettek, Egy nőként címmel. A közös dalt a világ legkülönbözőbb pontjairól, Kínától, Costa Ricáig és Malitól Malajziáig érkezett nők énekelték el. A dal üzenete az egység és a szolidaritás. A dallal a nők egyenjogúságáért küzdenek. Az idei nemzetközi nőnapot a nők elleni erőszak küzdelmének szentelik.